Na, hello pingvinek, itt Nessai, és végre megérkezett az új South Park játék, a Fractured But Whole. Itt szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy természetesen ismeritek a sorozatot, itt nem tisztelnek se Istent, se embert, se vallást, se politikát, etnikumot, úgyhogy én teljes mértékben elhatárolódnék ettől az egésztől, de ettől függetlenül kurva röhögni fogok rajta, úgyhogy nincs más hátra, mint hátra. Nézzük, milyen lett a játék, ne felejtsetek majd el dobni egy lájkot, hogyha tetszik a videó, és persze feliratkozni, nehogy lemaradjatok a végigjátszásról, de akkor kezdjük el! Srácok, lányok, ezt a játékot a notebook.hu biztosította nekünk, úgyhogy ha tetszik a gameplay és te is beszereznéd, ne felejtsd el csekkolni a linket a leírás első sorában. Kösz, pingvinek! Filmünk szereplői kitalált alakok, a műsorban csúnya szavak hangzanak el, megtekintését semmilyen korosztálynak nem ajánljuk. Az a macska! Ó, Scrambles eltűnt, Mr. Cica. A mosómedve. Bűnözés van a városba. Eltűntek a macskák, a küszöbre szarnak az emberek. Borzasztó. És szétestek a szuperhősök. Egymás ellen küzdenek, a mosómedve és társai. Ó, az időutazás az egyetlen megoldás. Stick of Truth. Shut up, ma'am! Úristen, Cartman visszamegy az időben. Nagyon durva. Megváltoztatja a múltat. South Park. Defractured. But whole. Epic, srácok. Ez epic. Egy igazi szuperhős történet. Na, itt a karaktergeneráló. Gyorsan dobjuk össze a srácunkat. Az új kidet, Mr. Douchebag-et, ahogy az előző játékban megismerhettük. Hát, mit tudom én, milyen hajunk legyen. Valami őrült. Valami. Nem tudom. Ez mindig a legnehezebb része, de hát komoly RPG-ről beszélünk. Nem mindegy, hogy hogy néz ki a srácunk, ez jó lesz. Szőke haj van. Szőke. Legyen ez, mit bánom én, jó? Igen. Azt mondja, make-up nem kell, szakál, hát az nagyon fontos. Az nagyon fontos, ezt így rá is rakjuk, remek. Szemüveg nem kell, ruha. Hát a piros köpeny az jó, az olyan szuperhősös. A pólónk az legyen, milyen legyen? Legyen ilyen sötét szürke a pólónk, vagy fekete? Legyen fekete, és a gatya? Gatyát nem lehet állítani? Gatyát nem lehet állítani. Jó, hát akkor kék gatyába leszünk, valamiért ez fontos. Választ ki a nehézségi szintet. Ó, igen, erről lehetett olvasni. Srácok, minél sötétebb a bőrszínünk, annál nehezebb. Ó, köszönöm, Mr. Cartman. Cartman azt mondja, hogy ez a harc nehézségét nem befolyásolja, csak minden mást az életben. Legyünk ilyen, hát én amúgy fehér sráccal játszanék, hogyha már így egy kicsit hasonlít rám, mármint, hogy nem, hát szinte ugyanúgy nézünk ki. Úgyhogy, hát most legyünk fehérek most, hogyha túl könnyű lesz a játék, akkor ez van. Nem leszünk Mr. Fikusszal most. Jó, create karakter, nyomjuk. Nagyon jó a grafika, hogy ugyanolyan, mint a sorozat. Tök jó. Ősi Záron világába érkezünk. 727-ben Krisztus előtt. Dúl a háború. Cartmannek sikerült a visszautazás. Úristen, megtámadták Koopa képet. Hát a várunk. Szegény. Szegény csapatunk. Túl erősek, biciklis sisak van rajtuk. De hol a király? Hát mi vagyunk a király? Hát íme. Hát az előző játékban ugye megkoronáztak minket. A király éppen szarik. Konkrétan.
Az analóg karokat tekergesd, hogy megtaláld a sweet spotot. Aha, igen. Így kell tartani. Nagyon jó. RT. Pörgessük az analóg kart. És most vágjuk el. Douchemaster! Megvan az első achievementünk, srácok. Hát kinyomtunk magunkból egy kövéret. Zseniális. Hát életemben nem dicsértek még ennyire meg kulázásért, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra. Okés. Lootoljunk egy kis gyógyszert, és hát akkor menjünk tovább. Elvégeztük királyi feladatunkat a mosdóban. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. Oh. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Szegény szüleink veszekednek. It's the one thing that helps me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't Hello, kitty. You your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Szüleink veszekedtek, hogy örülnek-e neki, hogy sok barátunk lett. A fater nem örült neki. Jól van. Minden izéti kilútolok, mert majd meglátjuk, hogy milyen a crafting rendszer. De minden szekrényt kiürítek egyelőre. Útunk leskelődni a fater után. Na, mit csinálsz? Mi az? Mi a süti? Sütit eszik dugiban. Mi a fasz? Oké. Okay. Nagyon jó, nagyon jó. Remek. Akkor menjünk be ide. Anya mondta, hogy len várnak a barátaim, úgyhogy sietek. Tényleg lehet, az előző játékban lehetett púzni. 5 per 5, 10 per 10. Zseniális. Jól van, elnézést, muszáj volt ezt kipróbálni. Ott is egy szekrény. Yes. Hűha. Ó, hát itt kaptunk ilyen baszó alapcuccokat. Mágus kosztüm, Princess Kenny kosztüm. Na, jól van, lehet, hogy ez valami előrendelői bónusz, vagy én nem tudom. Még a szekrényt nézzük meg. Nagyon jó. Rengeteg sok alapanyagot kaptunk. Majd meglátjuk, hogy ezeket mire lehet használni. De lent dúl a csata, úgyhogy vágjunk neki, mert barátaink számítanak ránk. Még egy kis loot. Ó, 0,17 dollárunk van már. Hát lassan úton vagyunk a gazdagság felé. Legjobb. Úristen, Mr. Kyle! Hát jövök! Jövök, Mr. Butters! Nyomjuk! Le a szemétládákkal! Bicikli sisakos parasztok! Nyom meg az X-et, hogy megüsd az ellenfeleket! Combat Advantage! Oké! Na itt van az új harcrendszer. Nyom meg az X-et, hogy kiválaszd a képességedet. Aha. És menj közel az enemyhez, hogy megüsd. A! Oh! Ó, hát Conor meg Gregor! Bombo combo! A knockback effektek extra sebzést okoznak. Ja, tehát hátraütöttük a csávót és belement a haverjába. Vágom. Így, de megszúrkál minket, édes Istenem! Csípett, de semmi gond. X, A. Hát széjjel kriteltük, öcsém. Ez az. Hogy beállt a karakterünk? Hát nem hiába én vagyok a király. Na. Utanállok. Úgy néz ki, hogy ha mi ütjük meg őket, akkor nekünk van ilyen kombat előnyünk, és akkor mi kezdjük a kört. Ja, pont ezt írja a képernyőn, fassa. A bal alsó sarokba kaptunk még egy új képességet. Y.
Ó, a fingás mágikus képessége megérkezett, és pirossal látjuk, hogy hova fog sebezni. A! Nagyon jó. Okés. Azért most rektelnek. Tök jó, hogy egy kicsit ilyen plusz taktikai elemet adott a játékba, hogy így most már tudunk mozogni. És el tudjuk dönteni, hogy honnan támadunk. Hát most itt viszlát. A jó kis boxos kombó. Így van. Így van. Én vagyok a király. Nincs esélyetek. Hála Istennek nem sebeznek sokat. Istenem, hogy fingjunk? Nagyon nehéz kérdés. Lefelé nem tudunk fingani, csak jobbra meg balra. Ez mondjuk fura. Akkor így. Így lesz púzás. Gyerünk! Knockback combo! Yes! Már csak egy maradt. Gyere ide! Ütés! Boing! Zsír! Töre! Hogy bepózol? Imádom, nagyon jó! Engedjetek be! Srácok! Minden láva. Minden láva ott a lépcső. Nem tudunk bemenni. Így van. Az a Lego, az ott mind láva. Nem mehetünk be! Hát az ott láva! Ez csalás. Sárkányuk is van. Oda néz. Ó, és most ők támadtak meg engem. Ja, úgyhogy most ők kezdik a kört. Aha. Ouch. Nézd meg, egy sárkány, amiben íjászok is vannak. Hát ez egy igazi boss fight már a játék elején. Ilyen epikusság van, nagyon durva. Jó, akkor kezdjünk egy ütéstámadással. Azaz. És szépen knockbackeltük is a sárkányra, nagyon vad. Ujjaj. Ó, erősítés. Hányan vagytok ti bunkók? Támad a sárkány. A csíkos vörös zónák azt jelölik a földön, hogy oda érkezik egy támadás. Menj ki belőle, mielőtt eltalálnak. Aha. Akkor ide hátra jövünk, és befejezzük a kört támadás nélkül. RB. Aha. Igen. Ajaj, lőni fog. Értem. Szóval saját magukat is fel tudják perzselni. Ott a szuper képességünk bal alul. A mágikus pallos, vagy mi az, egy hammer, egy kalapács. B. Autó! Autó! Ne! Autó! Autó! És abba hagyták az egészet. És hogy leállt a zene? Nagyon jó. Szóval, nem tudjátok megállítani a királyt. Kalapács támadás. Oda néz, oda néz. Ennyi. Én vagyok a sárkányölő, King Douchebag. Dragon Slayer. Ezt nem gondoltátok volna rólam mi, hogy ennyire szógép vagyok. Hát, még ezt is megcsináltam. Hanem most valahogy be kell jutnunk Cartman házába. Ez az, feljutottunk a garázs tetőre. Hopp! Újjaj, elbasztam. You're dead! Ne! Elrontottam az ugrást. Na gyerünk, figyelj! És már benn is vagyunk.
You shall feel the wrath of the Moorish. Unhand him, you heathen. Elkapták Jimmyt. The Bardo, you'll have the king to deal with. The king? They say he can slay a dragon with one blow. That's right. And if you don't wait, whoa, where is the wizard? Tényleg, hol a varázsló? You guys. Now we got a distress signal to come help him here. A mosómedve. The wizard is gone. My name is the king. I'm from the future. Dude, we said we're not playing that anymore. Yeah, we're all split up. What's the point? This is the point. In my time, there is a massive crime wave and missing cats. I knew my only hope was to assemble the team. Hey, you can't switch games like this. Where's the stick of truth? Shut up, Kevin. This isn't about some dumb stick. There's a cat in trouble, and it's the key to finding the crime syndicate new to our town. Oh, yay. Future. Crime syndicate. Nagyon nagy baj van a jövőben. Well, what do you want, Clyde? You want the fucking Freedom Pals to find the missing cat? Get the $100 reward and make their superhero franchise more popular? Fuck the Freedom Pals. Meg kell találni a macskát, mert jár érte 100 dodó. Oopsikins! There's a loud ringing coming from your basement playroom. The Coon Alert. A Coon Alert. Istenem, a mosóriadó. Coon and friends assemble. Sorry guys, you can't play with us. We're playing superheroes now and you guys are dorks. Ne már! Vége a játéknak. Elmentek szuperhősöset játszani. Kap be Cartman, egy igazi paraszt vagy. Most így abba hagytuk a középkori játékot? Én is akarok szuperhős lenni. Hello Cartman anyuka. Én vagyok a király, nehogy már én ne lehessek szuperhős, baszki. Len vannak a pincébe. Gondolom meg kell szerezni a titkos kódot, hogy lejussunk. Az nagyon fontos. Hát, akkor irány... Did you get locked out? I'm afraid little Eric put a lock on the door to keep me out. I'm sure he has the passcode written down here somewhere. Biztos a szobájában van a jelszó Cartmannek. Azaz. Ez Cartman szobája? Azám. Szekrény. Itt nincsen. Ez az időgép. És itt. Itt sincs. Nyomd meg az X-et, hogy szétszed a törött tárgyakat. Aha! Itt van Cartman titkos naplója. Christmas list? Igen. Csodálatos rajzok. Hol a kód? Key kód. Fuck you, mom. Okés. Jó, megvan a kód. Gyerünk a pincébe. Hoppá, itt még egy kis loot. Nagyon jó. Irány le. Yes, officer. Somebody appears to have put lava in front of my door. No, it's not hot, but my son. Fölhívta a rendőrséget, hogy valaki lávát tett a küszöbre. Azt mondja, hogy fuck. Step on a crack, it would break my mother's back. You, mom. Ennyi. We have to act fast before the Freedom Pals can. $100 reward. Do you know what that means? $100 jár a macskáért. That cat looks pretty old. Maybe just die. Az elég, hogy beindítsák a franchise. I have to remind you that as of right now, Freedom Pals have 100 followers on Instagram. We have 6. The 5 of us and Billy Turner, who's a ginger. This is the key to finally beating those fuckers. But where do we start looking? That cat could be anywhere. We need to split up. Mosquito, take to the air and check out all the city parks. You got it. Mosquito, away. Humankind, see if the cat is stuck up a tree somewhere. You've got the storm drain, Super Craig. Super Craig. Fast Pass, I need you to use your superhuman speed to get to the mayor's office and tell her we're on the case. Don't worry, Coon. You can count on Fast Pass to get there. Fast. Nagyon jó. És elsétál. Jó, keresik a macskát mindannyian. Cartman, én is szuperhős akarok lenni. Hogy lehetek szuperhős? Cartman? Super Craig! Super Craig, this is Coon, do you copy? Super Craig, the fuck are you? I repeat, the fuck are you, Super Craig? Cartman? Oh, great.
Now the security system isn't working? Dude, what the fuck? Ordinary citizens aren't allowed in the Coon Lair. We're playing superheroes now, and you aren't a superhero, new kid, so fuck off, okay? Kap be! Én is szuperhős akarok lenni. Alright, look, you can watch us play superheroes as long as you don't get in the way. Make yourself useful. Go grab me the Stefanisi device. It's over there. Azt mondja, hogy nézhetjük őket, ahogy játszanak. Ez eddig nagyon jó. Enter inspection mode to find objects. Nézd meg, hát ilyen izé radarom van. Hát tudom inspektálni a környezetünket. Nagyon vad. Nagyon vad. Itt nincs semmi. Igen. You seriously can't find the Stefanisi device? A superhero's use inspection mode, you know. Itt van valami, ez nagyon veszélyes. Danger, do not touch. Érdekes. Várja, ott is van valami. Ott is van valami, ezt ki lehet lootolni? Stefanisi device, igen, ez kell nekünk. Ez kérte Cartman. Oda visszük mindjárt. Oda visszük. Tessék. Well, that took long enough. Stefanisi device active. Really want to be a superhero, huh? Aha. Play with the big boys? Well, maybe. Maybe you can be useful. Have a seat at the table, douchebag. Ez az! Lehetek szuperhős! Let's see, mosquitoes, ABLs. Jesus Christ. Are these even in a human language? Ide ülök. Not there. Nem ülhetek ide. That's mosquito seat. Ide se. Not there either, stupid. Hova ülhetek? Yes! Ez az. Alright, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Then you can fill out your character sheet on Kunstagram. Aha. Do you have a Kunstagram page? Nincsen Kunstagramom. Oh boy, you're not even on Kunstagram, huh? Well, I guess I can create one for you. Fucking unbelievable. Let's see. So the first thing we need to fill out on your character sheet is your class. Ah. You know, what kind of superhero are you? Na. If you're a newbie, you can only choose between three for now. Okay. Milyen szuperhősök legyünk? Speedster. Speedster. Igen, ez gondolom nagyon gyors. Van a Brutalist. Igen, ez close range, közelharci, a speedster az meg, meggörbíti a téridő kontinuumot, a blaster az meg ilyen varázsló. Nagyon jó. Én varázsló leszek, ilyen blaster. Így van. Hú, de vadul nézek ki ott a bal felső sarokba. Nagyon jó. Select. Oké, douchebag, but now. We need to find out what terrible thing in your past drives you. All superheroes have a compelling backstory. It's from that backstory that their powers gain meaning. Let's take you back. Kellett háttértörténet. Íme a backstorym. You lay awake that night, like so many other nights. You couldn't sleep because you knew you weren't like the other kids. Nem tudtam aludni. Tudtam, hogy nem egy átlagos srác vagyok. Oda sétáltam a tükörhöz. De hol a tükör? You walked to the mirror. Oda sétáltam a tükörhöz. Tud mindjárt. Over there, the mirror. Jó, Cartman, a tükör. Igen, ide sétáltam. You looked in the mirror and you felt alone. Egyedül érezted magad. A loud noise. És ekkor egy hangos zajra lettél figyelmes. Anyukád segítségért kiáltott. Istenem, ez a pillanat, amikor szuperhőssé változok. Ja igen, elhagytam a szobámat. Out in the hallway, you saw two intruders in front of your parents' door. You had to stop them from hurting your parents. You knew you had the power to stop them, so for the first time you called upon your blaster powers. Betörők. As a blazing blaster hero, you began to overheat as the fire in your belly ignited. Delivering sick burns into the villains before you. Ez az. X. Burn. You fried the bad guy. Na. Nem működik, Cartman. Hát nem tudom megperzselni. Hát én próbálkozom. Akkor innen. Burn! Király! The flames cleared. The intruders realized what they were up against. Shit, this little flamer means business. Már féltek is, ugye? The intruders moved into attack. Ajaj. Áó! Ó, vannak ilyen gyors kombók, amiket nyomni kell, és akkor kevesebb a sebzés. Ég a gatyája. Ójaj. Knocking back. Heat wave. A
Azt a rohadt. Hát ez a blaster rohadt jó. But the intruders wouldn't take getting pushed around lightly. Hey, you can't push us around like that. Ajj. Íj. Nagyon durván nyomják. Nagyon durva. Még mindig égnek. Little did they know, they set themselves up for destruction. Ó, most jön a szuper. B. Plasma beam. Elég menő szuperhősök lettünk. A nagyon csúnya beközelített. Ultimate ready. Ja, hogy azt jelenti fönn a százalék mérő. LB. Backfire blast. Meggyújtjuk a fingunkat. Mi a fasz? Ennyi. Minden jónak tűnt, de elértük a szüleink szobáját. És amit akkor láttunk, örökre megváltoztatott. Szexeltek a szüleink. Ez a háttér történetünk. A saját apánk, akiben megbíztunk, lefeküdt anyánkkal. Nagyon durva. Ekkor lettünk szuperhősök. Jól van. Okés, Cartman. Az a feladatunk, hogy kimenjünk a városba, és Instagram követőket szerezzünk. Srácok, lányok, pingvinek, szerintem ez egy erős kezdés volt a South Park végigjátszásunkhoz. Hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, és persze iratkozzatok fel a csatornára, hogyha nem akartok lemaradni a többi részről. Ne felejtsétek el csekkolni a notebook.hu linkjét, ott a leírás első sorában mindenféleképpen kattoljatok rá legalább egyszer, és ha gondoljátok, akkor rendeljétek meg ott a játékot. Én eddig nagyon jól szórakozom, remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó, a véleményeket várom odalent a komment szekcióban. Én még mindig Nessai vagyok, és azt kívánom, hogy legyen nagyon szép hetetek, holnap újra találkozunk. Na, szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow, köszönöm, hogy végignéztél, haver, ha tetszett, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap jelentkezem, ha pedig már a sereg tagja vagy, menő cuccokért csekkold a shopot, vagy nézd meg egy másik videómat és szórakozz tovább. Na, szevasz!